Miért leszünk mindig szegényebbek? Ebben a videóban megnézzük azt, hogy az 1971 óta elindult központi pénzalkotás hatása milyen következményekkel járt, nem csak a pénzügyi piacokon, nem csak a gazdaságban, hanem a társadalmunkban is. Megnézzük azt, hogy milyen potenciális megoldást nyújtott számunkra Bitcoin, ami mögöttem egyre erősebben fog világítani itt a videó folyamán. Tehát, hogyha tetszik neked ez a videó, megköszönöm azt, hogyha belájkolnád. Illetve, amit ebben a videóban feldolgozok tanulmány, azt elérheted itt magyar nyelven is a DeFi Hungary platformon, amit mind website, mind pedig applikáció formájában el fogsz tudni érni. Ez egy saját készítésű, általam fejlesztett platform, ahol több funkciót is építettünk be, mint például chart elemzések, különböző hírek, különböző funkciók, mint például airdrop vadászatok, és egyéb olyan hasznos kriptósok számára lefejlesztett funkció, amivel remélem, hogy egy hasznos csomópontot tudok nektek nyújtani. Minden linket megtaláltok a leírásban, legyen az akár tőzsde, különböző tőzsdéket is, mint például Bybit, Binance vagy OKX meg tudtok találni itt a leírásban, amin különböző bónuszokban tudtok részesülni, hogyha ténylegesen először regisztráltok ezekre. Minden, ami ebben a videóban elhangzik, az az Amerikai Egyesült Államokban publikált adatokra alapszik, amit itt a What Happened in 1971 weboldalán is elértek, viszont mi ezeket az adatokat egy magyar nyelvű tanulmányban is feldolgoztuk, amit, mint mondtam, elértek a DeFi Hungary platformon. Ugorjunk is vissza itt először 1971-re, ahol is az Amerikai Egyesült Államokban egy komoly változás jött létre. Ez a komoly változás itt különböző grafikonon lesz kimutatható, amiket mi itt egyesével át fogunk venni, és ezeket az egyes részeket itt mind meg fogjátok tudni találni a videó úgynevezett kronológiai elrendezésében, amit itt a menüsorban láthattok. Ami nagyon érdekes az az, hogy 1971-ben Richard Nixon, Amerikai Egyesült Államok elnöke, a hatalmas kiadások miatt, amit egyébként a vietnámi háború okozott 1955-től, olyan cselekvésekkel szerette volna fedezni, hogy az arany fedezetű dollárt teljes mértékben meg szerette volna szüntetni. Itt tehát kimondhatjuk, ez az 1971-es év az arany standard megvonásának, megszüntetésének az időpontja lesz, ami mind ahhoz vezetett, hogy egy központi pénzalkotás, egy központi pénznyomtató tudjon kialakulni ebben az esetben azért, hogy a háború miatti költségek kialakulását, adósságok kialakulását úgy tudják fedezni, hogy konkrétan egy központi hatalom tudja a pénz mennyiségét kontrollálni. És pontosan ez fog itt olyan problémákat okozni, amire például a Bitcoin megoldása, a Bitcoin peer-to-peer cash megoldása hozott egyébként 2007-2008 között, amiről majd itt a videóban többször is fogunk beszélni. A lényeg az az, hogy azokat a káros hatásokat fogjuk megtekinteni, amit a gazdaságba való pénzjuttatás, amit itt úgy nevezünk, hogy a pénzmennyiség kitágulása okoz. Ez a pénzmennyiség kitágulása, amiről beszélünk, az egyébként egy olyan értelemben felfogható jelenség, amikor is az államok, különböző intézmények pénzt juttatnak különböző finanszírozási metódusokon, különböző hitelkonstrukciókon, különböző segélyeken, különböző juttatásokon keresztül a gazdaságba. Ez egyébként itt a 2019 alatt kitört Covid idején láthatjuk a legeslegjobban, ahol különböző segélyek, különböző hitelkonstrukciók és kedvező kamat környezet alakult ki, ami azt jelenti, hogy az emberek, vállalkozások egyszerűen tudtak finanszírozáshoz jutni, egyszerűen tudtak pénzhez jutni, amit tulajdonképpen teljesen fedezetlenül lett átadva nekik. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az USA pénzmennyiség M2-es grafikonja, ami azért érdekes egyébként, mert az M2-es mutatja az USA pénzmennyiségét, az M3-as grafikon egyébként az európai gazdaságra levezetendő pénzmennyiséget mutatja ki, ami egyébként itt 1969 januárjától egészen pontosan 2023 júniusáig tartó, megfigyelhető pénzmennyiség változás mutatja ki. Ahogy jól látjuk, itt 1971-ben történt egy drasztikus változás, ahonnan is egy parabolikus emelkedés formájában megindult ez a pénzmennyiség jelenlét itt a gazdaságunkban, ahol is egyébként 2019-től 2020-ig egy szinte függőlegesen fölfelé törő parabolikus emelkedést láthatunk, amit most ugye kezdünk letörni, ami egészen pontosan ugye a 2022. novemberében elindult kamatemeléseknek a következménye. Tehát azt látjuk, hogy ott irdatlan mennyiségű pénz tudott beáramlani a gazdaságba, amit itt különböző quantitative easing, hitelek, hitelezések, segélyek formájában tudtak bejutatni ugye a gazdaságba. Ugyanez az időpont egyébként levezető itt az Amerikai Egyesült Államokban lévő fogyasztói árindexen, amit egyébként CPI-nak is nevezünk, ugye ez a USA fogyasztási cikkek árindexének a grafikonja,
Amint látunk, 1971 óta egy drasztikus emelkedésbe indult el. Mit jelent ez, hogyan tudjuk ezt értelmezni? Ugye, amit tudnunk kell, hogy a CPI, tehát ezt a Consumer Price Index, ugye a fogyasztói árindexet, úgy kell elképzelnünk, hogy ezt ahhoz használják, hogy különböző adatok formájában, különböző kosarak formájában, például termékek, élelmiszerek formájában ki tudják kutatni azt, hogy a változások szerint a pénz vásárlóereje mennyire változott meg. Ez a változás egyébként ugye inflációban is mérhető, tehát ugye van egy inflációs hatás, mikor ugye egyre kevesebbet tudunk vásárolni az adott pénzért, és ugye van egy deflációs hatás, amikor ugye egyre nagyobb lesz a vásárlóerő a pénzüknek. És pontosan ezt mutatja nekünk ez a CPI adat itt 1971 óta, hogy tulajdonképpen a Consumer Price Index abban a pillanatban egy parabolikus emelkedésben indult meg, ami a pénz gazdaságba való bejutatásának hirtelen következménye volt, és ez folyamatosan emelkedik és emelkedik. Egyébként itt van nekünk egy nagyon érdekes összefüggésünk az 1980-as adatokkal, ami egy sokkal enyhítettebb verzióban lett publikálva már akkor, és amit mi most megkapunk 2023-ban, az teljesen ellentmond annak, amit 1980-ban publikáltak itt a Shadow Stats alapján látható grafikonon, hiszen amit látunk a központi hatalmak számára, az nagyon fontos, hogy az átlag polgár, ugye az átlag ember, ne lássa azt, hogy az a modell, amit ők vezetnek, nem működik. Tehát azt látjuk, hogy igazából az infláció ennél sokkal súlyosabb, mint amit egyébként le tudunk olvasni ezeken a grafikonokon. Ha már a pénz vásárlóerejéről beszélünk, akkor nézzük meg azt, hogy az ingatlan piacon milyen gyengülést szenvedett el a pénzünk vásárlóereje 1971 óta. Ebben a grafikonban azt látjuk, hogy a pénzünkért a bevételeinkhez képest milyen ingatlan árak voltak, és a pénzünkért mennyi ingatlant kaphattunk 1971 előtt, míg ugye 1971 után itt levezettem nektek ugye az ingatlan piaci buborékot 2008-ban, miután történt ugye ez a hatalmas gazdasági világválság, és utána most azt látjuk, hogy ismét egy nagyon erős, parabolikus, kicsúcsosodó ingatlan piaci buborékban helyezkedhetünk el, ami kérdéses, hogy vajon 2024-2025-re esetleg összeomlik, vagy sem. Erről nyugodtan írjátok meg itt a véleményeteket. Ami nagyon érdekes az az, hogy ugye 1970-ben kijöve a második világháború utáni időszakban a pénzünkért egyre több és több vásárlóerőt kaphattunk, kvázi egyre több és több ingatlant kaphattunk, míg 1970-ben megtörtént úgymond egy stagnáló időszak, és a stagnáló időszak után elkezdett felfelé hullámozni. Pontosan azt mutatja, hogy egyre több és több hitel, pénz áramlott a gazdaságba, egyre több ember tudott ugye ingatlanokat építeni, a technológia is javult, tehát egy fellendülést láthattunk, egyre több ember vállalkozott olyan irányba, hogy ő ingatlant fog építeni, különböző technológiák alakultak itt ki, és ugye egy hatalmas finanszírozási hullámban emberek képesek voltak ezekbe az ingatlanokba belevásárolni, beleugrani, és így még több ingatlant és házat és lakást vásárolni. Azt látjuk, hogy a vásárló erőnk a pénzünkhöz képest elkezdett gyengülni, míg az ingatlan ára elkezdett elrepülni, elszállni a vásárlóerőhöz képest, a pénzünkhöz képest. Egyébként ez tökéletesen mutatja a következő grafikon, amiről fogunk beszélni, és ez nem lesz más, mint az ingatlan árak és a jövedelmek növekedése az Amerikai Egyesült Államokban. Most, hogy megbeszéltük a pénzünk vásárlásának az erejét, megnézzük azt is, hogy a jövedelmek hogyan változtak az Amerikai Egyesült Államokban 1970 után, míg az ingatlan piac mennyire tudott elrugaszkodni a jövedelmek növekedéséhez képest, és mennyire nehezebb ingatlanhoz jutni az Amerikai Egyesült Államokban, illetve az egész világon, mindazért, mert a központi pénzalkotása, pénz bejutatása központi úton, módon a gazdaságba mennyire megnehezíti ezt. Ha megnézitek, akkor 1965-től egészen 1970-ig látható grafikonon a munkánkért, jövedelmenkért ugyanannyi ingatlant kaphattunk, viszont 1970-71 után egy drasztikus elváltozást láthatunk, ami későbbiekben egyébként itt a társadalmunkban további problémákat fog okozni. Ezeket majd itt a videó végén meg fogjuk vitatni, mikor a társadalmi problémákra fogunk kitérni. Amit látunk, az az, hogy a türkisz kék színnel jelölt grafikonon az ingatlan piaci árak drasztikusan kezdenek eltávolodni ugye a jövedelmeinktől, a jövedelmeink növekedésétől, és egyáltalán nem követi le az a mérték, azt a növekedést, tehát minél többet dolgozunk, annál nehezebben tudunk pénzt váltani ingatlanért. Tehát egy nagyon érdekes változás indult el itt az Amerikai Egyesült Államokban 1971 után. Egy kicsit bele akarunk zoomolni abba, hogy milyen mértékű változás történt itt a pénzt tekintve, kizárólag csak a vásárlóerőt tekintve, akkor hoztam nektek egy nagyon érdekes grafikont, ami nem lesz más, mint az amerikai reálbéreknek a változása,
amiben egyébként 2018 nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. 2018 lesz az az időszak, amikor ez a kettő arányosan összetalálkozik. Mit jelent ez a grafikon, és hogyan lehet ezt értelmezni? Itt azt fogjuk megnézni, hogy az 1964-ben lévő órabérünk milyen vásárló erővel rendelkezik, hogyha ezt át akarnánk konvertálni a 2018-as évekre. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki 2,50 dolláros órabérben dolgozott 1964-ben, az egy olyan vásárlóerővel rendelkezett, mintha 2018-ban 20 dollár és 27 centet keresett volna per óra. Tehát azt látjuk, hogy 1961 után drasztikus emelkedés történt ugye 1971-ben, ahol is azt látjuk, hogy a pénzünk egyre kevesebb és kevesebb vásárlóerőt kapunk, ami 1961 után 2018-ban összetalálkozott, és azóta ellentétes irányba kezdett el mozogni. Tehát ez a türkisz kék vonal, ez keresztezte ezt a narancsárga vonalat, ami azt jelenti, hogy azóta folyamatosan romlik ez a mértékegység, és folyamatosan romlik az a pénzerő, amiről itt mindjárt fogunk beszélni bővebben, hogy nominálisan, tehát számszerűen többet keresel, tehát a bankszámládon több pénz van, mint például 1964-ben, viszont a vásárlóerőt tekintve ez egyre rosszabb. Tehát mit jelent ez? Minél több pénzt tartasz a bankszámládon, ahogy telik múlik az idő, az nominálisan egyébként egy magasabb szám, viszont vásárlóerőben egyre kevesebbet jelent. Ez mit jelent egészen pontosan? Ez azt jelenti, hogy megint azok járnak jól, akik több pénzt tudnak félretenni. Magyarul ezeket a pénzeket, ami ugye rájuk marad, és nem kell folyamatosan kiadásokra fordítani, be tudják fektetni, ami azt jelenti, hogy a nagyon-nagyon gazdagok vagy felső középosztály ezt a pénzt a felülmaradó bevételeiből származó félretett pénzt be tudta fektetni, és ahogy látjuk itt 1970 óta, ha befektetésbe raktad a pénzedet, legyen az akár ingatlan, akkor az exponenciálisan növekedett, míg azok, akik folyamatosan kiadásokkal küzdöttek, folyamatosan kiadták ezeket a bevételeket, azok pedig ugye stagnáltak, illetve sőt romlottak vásárlóerőben. Ez azt jelenti, hogy megint a gazdagabb egyre gazdagabb lett, míg a szegény egyre szegényebb lett, és így az olló egyre nagyobb és nagyobb lett 1971 óta. Másik érdekes betekintés nekünk a bevételek százaléka a hivatalos szegénységi küszöb alatt mutat be, ahol azt látjuk, hogy 1970-ig a fiatalabbak jobb helyzetben voltak, illetve azok, akik valóban benne voltak a munkában, tehát ugye aktív dolgozók, jobban teljesítettek, mint az idősebb korosztály, a 65 év és idősebb korosztály, amit itt egyébként narancsárga vonalra jelölünk. Viszont 1970-1971 óta azt látjuk, hogy tulajdonképpen a pályakezdők, illetve az aktív dolgozók rosszabb helyzetbe kerültek, mint a 65 évnél idősebb korosztály átlagosan. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy fiatalabbnak, vagy egy pályakezdőnek sokkal nehezebb a helyzete ahhoz, hogy a bevétele százalékait emelje, mint például az, aki már idősebb, illetve már egy vagyont fel tudott halmozni. Miért? Azért, mert vagyont felhalmozni sokkal nehezebb most fiatalon ebben az időszakban, mint anno például 1970 előtt. Másik érdekes betekintést számunkra az adja meg, ahol is ugye a relatív béreket tekintjük a pénzügyi ágazatban az Amerikai Egyesült Államokban 1929 és 2009 között, ahol azt látjuk, hogy a pénzügyi ágazatban dolgozó embereknek a bére bevétele mekkora mértékben lőtt ki és növekedett meg 1970 után. Itt ugye nyilvánvalóan több nagyon-nagyon híres film is készült, ami legyen az akár a American Psycho, vagy különböző más nagyon érdekes film, ahol ugye azt vezetik be, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a pénzügyi szektorban dolgozó emberek tulajdonképpen milyen egyszerűen, kvázi, relatív egyszerűen tudtak pénzhez jutni. Ami nagyon érdekes kimutatás, az nem lesz más, mint a pénzügyi vs. nem pénzügyi ágazatban lévő nyereség, a valódi nyeres táblázata, amiben azt látjuk, hogy 1970 után a pénzügyi piacokon történő spekuláció sokkal jobban, tehát sokkal rentábilisabb volt, mint az, hogyha például nem pénzügyi ágazatban dolgozott az ember, és mondjuk valamilyen szolgáltatás, vagy bármilyen más termelés hajtott végre, mint versus az, aki a pénzét befektetésekbe helyezte el. Itt megint csak azt tudjuk kiemelni, hogy akinek volt befektető pénze, az sokkal jobban járt, mint az, akinek nem, és el kellett kezdenie különböző más ágazatokban dolgozni, hogy termelni tudjon. Most, hogy megvitattuk itt a kereseteket, nézzük meg azt, hogy a jövedelem növekedése az Amerikai Egyesült Államokban 1919-től 2012-ig hogyan alakult. Itt kettő osztályra tudjuk őket bontani. Ugye a keresők top 1%, ami narancsárga színe van jelölve, illetve a keresők
alsó 90%-a, ami ugye fekete vonalon van jelölve. Itt azt látjuk, hogy 1970-ig arányosan nagyobb jövedelmet tudtak elérni a keresők alsó 90%-a, utána viszont drasztikusan, parabolikusan kilőve a keresők top 1%-a felülmúlta őket, és most azt látjuk, hogy a keresők alsó 90%-a a napjainkig, viszont ez egy 2010-es adat, folyamatosan gyengül, míg a top 1% az nagyon-nagyon drasztikusan kezdi elhagyni a jövedelem növekedésében azt az alsó osztályt, ami folyamatosan csúszik bele a szegénységbe, ami azt fog eredményezni, hogy a szegények és a gazdagok közötti olló egyre nagyobb. Ezt itt a bruttó jövedelmek százaléka, ami azokra a keresőkre esik, akik a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek, az Amerikai Egyesült Államokban is jól kimutatható, ahol is ugye a felső 1%, illetve a legfelső 0,5%, igazából a legalsó szintekről 1970 után drasztikusan kilőttek föl egészen 20-25%-os irányokba. Ez azt jelenti, hogy a elosztása kereseteknek, jövedelmeknek az teljes mértékben kicsúszott a kontroll alól. Itt tehát az említett vagyoni egyenlőtlenség alakult ki, ami ebben a grafikonban nagyon egyértelműen le tudunk olvasni, tehát 1971 óta a felső 1% ugye a vagyon teljes százalékának a 63%-a is fölötte lévő részét birtokolja, míg az alsó 90% a teljes vagyonokban mért százalékának a 10% alatti részét birtokolja, ami azt jelenti, hogy 5-6%. Mit látunk? Azt látjuk, hogy ez az olló egyre nagyobb, és egyre jobban távolodik el egymástól. És ez természetesen itt a fiatal pályakezdőknél is kiütközik, ahol is hoztam nektek egy felmérést az olyan pályakezdőkről, akik a szüleiknél többet keresnek, százalékban kifejezve az Amerikai Egyesült Államokban készült felmérés alapján azt figyelhetjük meg, hogy az 1940-ben született, tehát a 1970-re 30 éves, mondjuk azt, hogy átlagos pályakezdő személynek 90% esélye volt ahhoz, hogy több pénzt tudjon keresni, mint például a szülei. Míg mára-már, ugye itt ez egy 2016-os adat, csak 50% esélye rendelkezik egy pályakezdő, hogy a szüleinél több pénzt tudjon keresni. És ahogy nézzük ezt a görbét itt, azt tudjuk mondani, hogy ez a mai napig, tehát 2020-24-ig nagy valószínűséggel még lejjebb ment, tehát még kisebb esély van egy pályakezdőnek ahhoz, hogy több pénzt tudjon keresni, mint például a szülei. Nyilvánvalóan itt vannak kivételek, akik ugye exponenciálisan ki tudtak lőni, akik például hogy olyan képességekkel rendelkeznek, amivel valahogy érvényesülni tudtak, de átlagosan azt látjuk, hogy ez a trend lefelé tart. És ez olyan kihatásokkal bír, ami azt mutatja ki, hogy a pályakezdőknek, a fiatal pályakezdőknek mennyire nehéz lesz önállósodnia. Ebben a grafikonban a 25-től 29 életévükben lévő pályakezdőket tekintjük meg, akik még szüleiknél, nagyszüleiknél élnek, és ez az Amerikai Egyesült Államokban készült felmérés alapján 1940-től egészen 2015-ig mutatja be ennek az aránynak az alakulását. Itt azt láthatjuk, hogy 1970-ben visszaemlékezve arra a görbére, ahol ugye az átlag béreket, illetve a béreknek a növekedését figyeltük meg az ingatlanárakhoz képest, láthatjuk azt, hogy az ingatlanáraknak az eltávolodása a béreknek a növekedésétől drasztikusan megemelkedett, és ez ugyanígy lekövethető, ugye nyilvánvalóan a pályakezdőknél is, akiknek nem éri meg, illetve nagyon-nagyon nehéz beköltözni egy saját ingatlanba, vagy különböző bérletek alapján, bérleti díjaknak a fizetésének a kötelezettsége miatt úgy döntenek inkább, hogy ahhoz, hogy előre tudjanak jutni az életben, inkább otthon maradnak szüleiknél vagy nagyszüleiknél. Ami egyébként nagyon érdekes társadalmi problémákat fog felvetni, amikre itt ki fogunk majd térni következő videóban is. Ennek hatására különböző elégedettségi problémák léptek föl, amit ebben a grafikonban is jól látunk, ahol is az élettel való elégedettség kérdőívet láthatjuk, amit a Virginia Slims-ben, Amerikai Egyesült Államokban vettek föl, ahol azt látjuk, hogy 1970 után drasztikusan elkezdett csökkenni az elégedettség átlagosan, mind nők, mind pedig férfiak terén. Amit látunk az az, hogy a legerősebben a nők szenvedték el azt, hogy elégedettek az életükkel, ami ugye a családkép, illetve a válási kvótákat tekintve nagyon-nagyon sok problémához vezetett, amit látunk itt a házassági arányoknak a csökkenése 1970 után egyre jobban ereszkedett. Ugye ugyanez a válások arányával is megegyezik, ami itt a válásnak a gyakorisága korosztályok szerint elkezdett növekedni. A 45-től 54 éves korig terjedő társadalomban ugye folyamatosan növekedtek a válások, a 35-től 40 évesig egyébként elkezdtek csökkenni. Nagyon érdekes kialakulások történtek itt, amik az 1970-es évekre visszavezető forrásokból indultak ki,
felmérések szerint. Ezek alapján, a levezetések alapján és grafikonok alapján tett egyértelműen kimutatható az, hogy 1971-es években létrejött központi pénzalkotás komoly kihatásokkal bírt, mind a gazdaságunkra, mind pedig a társadalmunkra, és szeretném tőletek látni azokat a kommenteket, illetve válaszokat, hogy ti mit gondoltok, vajon milyen irányba fog ez elmenni, és vajon milyen céllal indítatott Bitcoin megváltoztatni a világot, ami ezekre a problémákra és kérdésekre tud választ adni. Köszönöm szépen nektek a figyelmet! Remélem a legközelebbi videóban is fogunk találkozni, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, és sziasztok!